A vonalban pedig a Retro reggel kertésze Megyeri Szabolcs. Jó reggelt, Szabi! Tulipánfát mondotok, de liliomfára gondoltak, ugye? Bármi, amit akarsz, Szabi. Én először arra gondoltam, hogy megkérdezzük, hogy már tavasz van-e. Hát persze, már hetek óta tavasz van egyébként, sőt korábban sokkal inkább tavasz volt, mint most, mert most egy picit lehűlt az idő, de hát ugye ilyenkor már a legtöbb kertbarát már a metszéseken is réges-régen túl van, és most már ugye várjuk, hogy nyíljanak a szép virágok. Ugye mi az, ami nyílik ilyenkor? Mi nyílik? Hát ugye a magnólia fog nem sokára nyílni, a liliomfa, csak azért mondtam ezt az összekeverést, mert van egy pár ilyen híres páros, mondjuk például a bálványfa és az ecetfa, vagy az aranyvesztő aranyes, amit mindig összekevernek, és a tipikus példa, vagy a legtipikusabb az talán ugye ez a liliomfa tulipánfa. A tulipánfa, amire nagyon sokan gondolnak, egyébként bemegy egy átlag kertbarát egy kertészetbe, és azt mondja, hogy egy tulipánfát keresek, akkor az ottani kertészeti kollégák, vagy kertész kollégák rögtön már a liliomfához mennek oda. Ugye a tulipánfa az egy ilyen Magyarországon 10-20-25 méter magasságig megnyúló óriási, gyönyörű szép szolitár fa, aminek ilyen tulipán rajzolható a levelet, tudjátok, mint a tulipános ládikák. Aha, igen. Olyan a levele, olyan rajzolható a levele. És valójában, amit sokan tulipánfának hívnak, az a liliomfa, vagy pedig a magnólia, ami egy bokor, ami egy cserje, ami ugye most fog majd virágozni, és nagyon-nagyon, tehát a legtöbb ember, amikor így meglátja a virágait, ilyen gyönyörű szép kehelyszerű virágai vannak, tényleg államszép, rózsaszín, fehér, sárga, hát piros nincs belőle, úgyhogy ha valamelyik rádió hallgató esetleg nekiáll egy pirosat szelektálni, annak szerintem nagyon örülne a föld lakossága, mert tényleg egy igazi különlegesség lenne. De lényeg az, hogy nagyjából ezekben a színekben lehet elérni. Nekem a kedvencem egyébként a sötét lila. Ez olyan jellemzően Magyarországon 3-4 méteres magasságig szokott megnőni, de mondjuk például Kárpátalján vagy a Villányi hegységben én már láttam, meg hát bárki, aki arra kirándul, az ilyenkor a domboldalakon, meg így a falvakban lehet látni, házak elébe ültetett, ilyen 6-8 méter magas, olyan, mint egy ilyen óriási bokor. Tehát nem fa, mert ugye nem törzse van, hanem egy óriási nagy bokor, és hát tele van ezekkel a gyönyörű virágokkal, úgyhogy nagyon szépen, hát azt nem mondom, hogy kivadulva, de hogy szinte már így a természetes tájba beillően is vannak Magyarországon nagyon szép liliomfák. Hova tegyük, Szabi? Hát mindenképpen olyan helyre, ahol ugye kabátba szeretjük nézegetni, tehát hogyha mondjuk betesszük mondjuk így a sütögető vagy a kerti asztal mellé, akkor nem fog márciusba leüldögélni mellé, meg ugye ilyenkor, amikor még reggel megy az ember, akkor sokszor sötét van, amikor hazérsz, akkor, vagy inkább amikor hazérsz, akkor már sötét van, tehát mindenképpen valóban az előkerbe, vagy esetleg az utcafrontra, tehát olyan helyre, ahol minden nap tudsz benne egy picit gyönyörködni. Ugyanis az a nagy becsapás ebben a liliomfába, de mondom, nekem az egyik szerelmem, de mégis az a fő probléma vele, hogy gyönyörűen virágzik 2-3 héten keresztül, teljesen uralja a kertet, mert ilyenkor semmi nem virágzik, vagy hát amik virágoznak, azok nem ennyire impozánsak, nincs ekkora fantasztikus nagy virágok. Viszont miután elvirágzik, utána ez csak egy ilyen nagy bokor, egy ilyen laza bokor, és ilyen esetlen levelekkel. Tehát, hogy tulajdonképpen utána meg egész évben nézzük, és hogy nem tudjuk hova tenni, hogy tulajdonképpen miért is van a kert közepén ez a növény. Szóval, ezt miért ide raktuk? Mit csinál ő, és ezt ugye persze tavasszal meglátjuk, hogy mit csinál ő. Úgyhogy van belőle örökzöld változat. Az a lényeg, hogy ilyenkor, mert ugye most ilyenkor, amikor látjuk, hogy virágzik, akkor mindenki rohan, és akkor akar vásárolni. Ezt azért gondoljuk át, hogy milyen virágot szeretnénk, hogy vannak például ilyen csillagvirágok, fehér, kisebb virágok, vagy mondjuk a nagyméretű virágokat szeretjük. Hát én mondjuk például a nagyméretű virágokat szeretem. Mondom, nekem egy ilyen Jenny fajtám van, annak az a különlegessége, hogy 10 év alatt nő meg 3 méteres magasságig. Ugye ez azért jó, mert hogyha mondjuk sziklakertbe vagy előkertbe, esetleg síra szeretnénk egy olyan kertrészletbe beültetni, ahol nem célunk, hogy piacokon belül kinője a helyét, akkor mondjuk egy ilyen Jenny tökéletes választás lehet, de nagyon sok más fajta van. Azt azért tudjuk, hogy a legtöbb kereskedelemben kapható magnólia vagy liliomfa azért az úgy meg tud nőni termetes, és általában el is szokták rontani, hogy beültetik egy keskeny ágyásba, és akkor kinövi. És akkor ugye végre megnő, azt ugye tudja róla mindenki, hogy nem nagyon szereti az átültetést, tehát ha egyszer elültetjük valahova, akkor azt érdemes egy ilyen, mit tudom én, egy 50-80 évig ott hagyni, és akkor, mert hogy egyébként nagyon hosszú életű növény, tehát sok-sok évtizedes példányok vannak Magyarországon kertekben, és hát igazából azt most nem mondom, hogy 20 év után díszít nagyon, de hogy amikor úgy tényleg úgy belakta azt a kertet, és tényleg uralja ott az egész látképet, akkor fantasztikus, úgyhogy hát érdemes mindenkinek a nyugdíjas korára már most liliumfát ültetnie.
Egyébként kényes növény, Szabi, sokat kell vele foglalkoznunk? Nem kell vele semmi különlegeset csinálni, jó helyre kell ültetni, lehetőleg egy ilyen déli naposabb részre, a félárnyékot is bírja, de mondom, inkább naposabb helyre lehet. Egy picikét a savanyúbb talajokat jobban szereti, de ezt ültetéskor egy ilyen kis földkeverékkel tudjuk pótolni. Metszeni gyakorlatilag nem kell, én csak akkor szoktam metszeni, hogy nem tudom, a kutya letör belőle egy ágat, vagy valami ilyesmi történik. Tehát tulajdonképpen egyszerre ültetjük, és utána nem kell hozzányúlni. Kicsit olyan, mint a füge, hogy az függének az egész életét azzal pályára tehetjük, vagy elronthatjuk, hogyha ugye nem egy déli oldalra ültetjük. Tehát északi oldalra ültetjük a fügét, állna vissza fog fagyni, minden baj lesz. Na ugyanilyen tulajdonképpen a magnóliás fiatalkorában egy nagyon picikét bizonyos fajok vagy fajták azok fagyérzékenyek, olyankor takarjuk őket, de utána gyakorlatilag takarás nélkül hosszú időken keresztül lehet a kertünknek a dísze. És nő, mint a gomba. Te Szabi, segíts már egy kicsit, mert most megint mondtad ezt a déli oldal, északi oldal. Van egy kocka telkem, annak melyik az északi oldala, meg melyik a déli oldala? Hol a moha? Hát, csak a déli az szerintem az az, ahol ha délben fölnézel, onnan süt a nap. Tehát, hogy hát nem. Tehát, ahol állok, a délben rám süt a nap. Na jó, tehát elvileg minden telkem van, de mi árnyékol le engem? A szomszédház? Hát mondjuk a házad mondjuk leárnyékol, igen. Tehát mondjuk a házak az északi oldalára, oda meg inkább tegyél árnyékliliumot, meg nem tudom, talajtakaró vinkát, meg van egy csomó olyan növény egyébként, ami nem szereti a tűzőnapot, meg amivel nagyon jó játszani, én nem csak a házak szoktak leárnyékolni, hanem mondjuk az utcán lévő fák. Uh-huh. Egyébként amivel nagyon jó játszani az az, hogyha mondjuk van egy utcai fa, és akkor az mondjuk árnyékot vett a kertedre, de nem egész nap, hanem mondjuk csak délben. Aha. Én nagyon szeretem mondjuk, hogyha van egy olyan növény, mondok egy példát, mondjuk a japán juhar, aminek mondjuk akkor fog nagyon szépen kipirosodni, vagy bevörösödni a levele, hogyha éri a nap. Ám de Magyarországon, hogyha nagyon sokat éri a nap, akkor meg megég a vége, mert ez a pára igényes is. Úgyhogy nagy tulajdonképpen ugye ezen igazodjál el, nem tudsz rajta eligazodni, úgyhogy olyat tudsz elcsinálni, hogy a japán juharodat azt így bepozícionálod egy olyan helyre, hogy előtte van mondjuk egy olyan utcai fa, ami mondjuk a nap kellős közepén, mondjuk valamikor nem tudom, dél és kettő között, árnyékot adnak, és akkor ott kicsit föl tud lélegezni, és akkor érte is a nap, meg egy picikét napközben meg is tudott pihenni, tehát nem perzseli egész nap talán a napsütés, ilyenekkel lehet igazából próbálkozni, vagy a másik lehetőség egyébként, ami egy kicsit ilyen átmenet, hogy mondjuk olyan növényt ültetsz fölé, mondok egy példát, ami mondjuk egy szűrt árnyékot ad, mondjuk képzeljünk el egy diófát, az ilyen mély árnyékot ad, hát mély árnyék, szóval nyilván nem kell lámpát kapcsolni alatta, de hogy ott alatta mondjuk egy diófalat, vagy egy fenyőfalat, ugye a fenyőfalat tudjuk milyen sötét szokott lenni, ott ugye nem fog kivirágozni mondjuk egy rózsa. De mondjuk például egy selyemakát, annak ilyen nagyon szép... ugye olyan a lombozata, olyannak a levelei, hogy azért úgy átjut a napsugár, de azért egy picikét így hálószerűen így megszűrés. Akkor mondjuk az ilyen félárnyékot, vagy napos, de nem tűzőnapos, ugye amikor ilyeneket olvasgatunk egy-egy növényről, akkor nagyjából egy hülyét lehet kapni, hogy jó, hát napos is legyen, de ne tűzőnapos, ezt mégis hogy oldjam meg. Aha. Hát mondjuk például egy ilyennel, hogy egy ilyen szűrt árnyékot biztosító fát mondjuk így oda teszünk elé. Jó, Szabi, egy kérdés jött. Egy nagyon gyors válasz rá. Ibolya kérdezi, hogy le lehet-e vágni a magnóliafa tetejéből, ha már nagyon magas, vagy éppen az oldalából, hogy megsínli-e ez a bokor? Hát alapvetően nem szereti a metszés, hát most már persze először várja meg, amíg elvirágzik, és akkor utána, valamikor április elején, de vissza lehet, hogy egyébként ez tipikusan az a növény, amire mindig azt mondjuk, hogy ez szolitár, tehát ez tényleg önmagába álló, de ennek aztán ellentmond az, hogy Nyugat-Európában láttam olyat, hogy ilyen nagyon sűrűn elágazó liliumfákat ültettek így egymás mellé, és egyszerűen ilyen sövényszerűen megnyírták. Úgyhogy tulajdonképpen csak azért, mert mi mondunk valamit a rádióban, azt azért nem kell elhinni. Oké, Szabi, hát köszönjük szépen. De beszélj csak a saját nevedben. Szakértőnket, a Retro Reggel kertészét, Megyeri Szabolcsot hallottuk. De semmit ne higgyünk neki. Témánk a liliumfa volt, egy szavadat se hiszük, Szabi. Köszönjük szépen. Szia, Szabi. Szia, Szabi.